Idén augusztus 19-e és 26-a között zajlanak majd a kolozsvári Magyar Napok. A rendezvény 9. kiadásának kiemelt témái a Mátyás király emlékév és a tordai vallásszabadság kinyilvánításának évfordulója. A program idén is igen színesnek ígérkezik, többek között kiállítások, irodalmi rendezvények, sport- és gyermekprogramok, könnyű és komoly zenei koncertek, városnéző séták és egy Mátyás korabeli falu szerepel a kínálatban. Vivát Mátyás, azaz Éjjel Mátyás szlogen jegyében zajlik majd a kolozsvári Magyar Napok idei 9. kiadása. Ismertették a szervezők beharangozó sajtótájékoztatójukon. Ehhez igazították az arculatot is. Oszkár a rendezvény kabalája, babérkoszorút és zászlót kapott. A Mátyás évhez kapcsolódóan új helyszín is lesz. A Bánfi Palota udvarán megnyitják a Mátyás udvart, ahol tematikus előadások, zene és különféle programok várják az érdeklődőket. A nagy koncertek idén újból a főtéren kapnak helyet. Lovasi András, a Kispál és a Borz, illetve Kis Csillag zenekarokban a teljes zenekarokkal együtt a teljes életművét bemutatja. Itt lesz Rózsa Magdi, Demén Ferenc, Demén Rózsi, itt lesz a Száztagú Cigány zenekar, immár teljes felállása, tehát korábban már voltak vendégeink, de egy szűkített csapattal. Itt lesz Keresztes Ildikó, itt lesz, ami számomra külön öröm, a Piramis együttesnek a két talán legfontosabb élő tagja. A sétatéri helyszín is megmarad, itt kisebb színpad lesz. A rendezvény legzöldebb színtere a szabadidős és gyerekprogramoknak ad majd otthont. A Farkas utcában marad a vásáros jelleg. A programok összesítése még zajlik, ajánlatokkal április 20-áig lehet jelentkezni a szervezőknél.